A rákoscsabai református egyházközség templomában tartották meg azt a közelgő ünnepe kapcsán megszervezett koncertet, amely 5 helyi kórus részvételével zajlott december 11-én. A hagyománynak számító esemény keretében ezúttal is híres zeneszerzők karácsonyi szerzeményei csendültek fel a közreműködő énekkarok tolmácsolásában. A rákoscsabai református egyházközség temploma adott otthont annak a hagyományosnak számító adventi koncertnek, melyen a Rotunda énekegyüttes, a Harmónia női kar, a Liszt Ferenc fegyes kar, a Misszió kántórum, valamint a Kontrapunto kamarakórus lépett fel. Tóth Némózer Anna Mária, az esemény szervezője elmondta, a kerület kórus közösségeinek annyira gazdag és szerteágazó a tevékenysége, hogy amennyiben lehetőségük nyílik rá, évente többször tartanak ehhez hasonló nagyszabású közös fellépéseket, megörvendeztetve ezzel a zenekedvelő közönséget. Hagyomány, hogy évente akár több alkalommal is, akár jótékonysági koncertet, vagy adventi koncertet szervezünk közösen. Pár évvel ezelőtt is csináltunk már ilyesmit, és most nagy öröm volt számunkra, hogy idén a Covid éppen olyan szakaszban van, hogy lehetővé tette, hogy újra együtt énekeljünk, természetesen a járványügyi szabályokat betartva. Például éppen ezért a mai koncerten kihagytuk a közös művet, máskor egy közös énekléssel szoktuk befejezni ezeket az alkalmakat, de most nem akartunk összekeveredni, és amint azt a közönség tapasztalhatta, minden kórus maszkban vonult fel. Az énekkarok egymást váltották a színpadon, az egyes műsor elemek pedig a közelgő karácsony ünnepéhez igazodtak, emelte ki a művészeti vezető. Hozzátette, bár az elmúlt másfél év a koronavírus járvány kapcsán számos nehézséget okozott, a közös próbák például csak nyáron indulhattak el újra, az együtt zenélés öröme azonban újfent összekovácsolta kórustagokat. A Rotundával júniusban tudtunk újra összejönni és próbákat tartani nagy óvatossággal, templomban távol ülve egymástól. Mindenki más pedig a szeptemberi hónapban kezdte újra az együttműködést, tehát körülbelül egy évet teljesen kihagytunk, nem csak a koncertezéssel, hanem a próbákkal is. Mivel a Rotunda júniusban kezdett dolgozni, már szeptemberben tudtunk koncertet is adni, a többi kórus jellemzően novemberben, decemberben tudott újra koncertezni, hiszen egy-egy koncertre több hét, néha több hónap a felkészülési idő. És úgy szeretünk kiállni a közönség elé, hogy azok az énekek, azok a dalok a birtokunkban vannak, nem ott izgulva, feszengve, rosszul énekeljük el, hanem örömmel. Tehát a koncert az nekünk is öröm, reméljük a közönségnek is. A Rotunda Ének Együttes az idei évi szereplések sorát december 17-én a Szentpál templomban a Concerto Filharmónia zenekarra a közös fellépéssel fogja zárni, melyen Wagner Siegfried Idyll, valamint Rutter Magnificat című műve fog felcsendülni. A közreműködők ezen időpontban is minden érdeklődőt szeretettel várnak.